Messzesen új iskola épült 1956-ban. Az intézmény előcsarnokának díszítésére Gábor Emil és Soltra Elemér kapott megbízást. A két művész közös bányász freskója az évek alatt megrongálódott, így a Messzesért Egyesület kezdeményezésére gyűjtés indult a sok alakos kompozíció felújítására, amit Czakó Ferenc restaurátor vállalt el, és 3 hónap alatt végzett a munkálatokkal. A megújult freskót január utolsó hétvégéjén ünnepélyes keretek között adták át. Téliné Nagy Emese intézményvezető köszöntőjében hangsúlyozta, a freskó mindig is fontos szerepet töltött be az iskola életében, hiszen egyidős az intézménnyel. Az elején még nem is nagyon bíztunk abban, hogy ezt sikerül megcsinálnunk, hiszen egy nagyon nagy összegről van szó, hiszen nagyon nagy felületen található ez a hatalmas festvény. Aztán annyira elszánt volt a kuratórium tagsága, hogy tulajdonképpen mindenféle felületen felkerestük a volt tanítványainkat, mostani tanítványainkat, szülőket, és szerencsére, mivel ez az iskola a bányászat tulajdonképpen leggazdagabb idejében épült, nagyon sok tanítványunk a Bánya Vagyonhasznosító ZRT és a többi cég tulajdonképpen utódja lett a bányáknak. És ezeknek a cégeknek az élén volt tanítványaink vannak. Tehát így sikerült őket megtalálni, és meggyőzni arról, hogy ez egy nagyon fontos társadalmi dolog. 2021 őszén kezdte el Czakó Ferenc restaurátor a munkáját, és december közepén, tehát egy olyan 3-4 hónapi kemény munkával újította fel ezt a freskót. Munka, tehát nekem ez a szakmám, tehát számomra nem ijesztő, hogyha valami koszos, ha gyűrött, ha szakadt, ha össze-vissza van vésve, tehát nem csak falképeket, hanem vászon festményeket is javítok, úgyhogy igen, szép feladat volt és izgalmas, és a menet közben meg sok minden kiderült, hogy az is, hogy optimista voltam, tehát rosszabb lett, mire számítottam már, mint a sérülések mértéke és miensége. Tehát színeket lehet, sőt kell, legfeljebb nem azokkal a anyagokkal, azokkal a pigmentekkel, azokkal a kötőanyagokkal, pedig is egy freskó, tehát ez annak idején nedves, frissen vakolt felületre készítették, és minden nap akkora szakaszt vakoltak be, amekkorát aznap meg tudtak festeni. Tehát a kötést ilyenkor a mézpáncél segítette, vagy hozta létre. Most itt nyilván nekem már erre nem volt szükségem, tehát főleg temperát, és mindenképpen olyan technikát kellett használnom, ami később, ha szükséges, el lehet távolítani. Tehát bármi okból én nem tehetek olyat a műtájra, amit aztán majd csak levésni vagy robbantani lehet, hogyha bármi ezt szükségessé teszi. Hoppál Péter országgyűlési képviselő a freskó felújításában a településrész fejlődésének esélyét látja. Ez a freskó egy korszaknak a lenyomata, hiszen ebben a városrészben, itt a Pécs keleti városrészben a kétkezi munkával építették föl ezt a városrészt, illetve a kétkezi munka teremtette meg ennek a gazdasági régiónak a lendületét valamikor 200 évvel ezelőtt, amikor beindult önmagában a szénbányászat ezen a térségben. Aztán 100 évvel ezelőtt, amikor fennlendült, és amikor már az ipari termelés is nagyon magas mennyiségű energiaforrást igényelt, akkor új városrészek nőttek ki, és hát itt az 50-es, 60-as években pedig tovább fokozódott a termelés, ebből fakadóan Pécs városa is a lélekszámát meg kétszerezte, meg háromszorozta az eredetihez képest. Pécs keleten pedig a szénbányászatnak egy olyan hagyományos világa alakult ki, hogy az iskolákban, még a rendszerváltásig is mindenki jó szerencsét köszönéssel köszöntötte egymást, illetve
megtartották a bányászattal kapcsolatos ünnepeket. És ez a freskó, ez önmagában is, művészettörténeti szempontból is tulajdonképpen ritkaságnak számít, legalábbis Pécs városában egészen különleges ritkaság, és az 50-es évek közepéről származó freskó értelemszerűen a klimatikai viszonyok a használat miatt 60 év, 70 év időszaka alatt amortizálódott, rossz állapotba került. Nagyon örülök annak, hogy az itt tevékenykedő civil szervezetek, illetve a bányászati örökséget kezelő állami cégek és magáncégek olyan adakozó készek, hogy és a népfőiskolai program keretében a helyi legfőbb bányászati civil szervezet, a BÉKE, a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület felkarolták ezt az eseményt, ezt a felújítást és a mai átadó gála ünnepséget, úgyhogy így újra egy bányászati örökség, kulturális örökség felidézésének, hangulatának keretében tudjuk majd átadni itt a gyermekeknek, a használóknak és a városrésznek is az eredeti pompájában tündöklő freskót. Az ünnepségen Szabó Antalné, az iskola hajdani diákjai és tanárai által alapított Messzesért Egyesület elnöke, a freskót a közelmúltban elhunyt Lőrinc Tamásnak, az Egyesület alapító tagjának ajánlotta.